Ősszel új lakók érkeznek a Váci Mihály kollégiumba. Mivel csapatunk nagyon népszerű az utánpótlás korosztályokban, sok vidéki labdarúgó költözik szeptemberben a fővárosba, ahol nem mindegy, milyen körülmények között laknak. Nézzük is meg, miből áll egy napjuk. Gyerekek többsége vasárnap érkezik vissza a kollégiumba, hétfőn reggel megreggeliznek, azután elmennek iskolába, kora délután visszaérkeznek az iskolából. Amíg nem kezdődnek az edzések, addig PlayStation-nel játszhatnak, biliárdozhatnak, csocsózhatnak. Utána kezdődik az edzés, az általában ilyen 7 óra, fél 8-ig lemegy. Utána a vacsorával folytatódik a nap. Igyekszünk azért programokat is szervezni nekik, csak viszonylag nehéz, mert ugye nem feltétlenül edzenek egyformán. Szoktak közös meccsnézéseket szervezni, meg hát ilyen házi bajnokságokat nyáron a felkészülés időszak alatt voltak kint a Paskás strandon is. Hoztak nemrégiben egy tekbólasztat, meg van lent egy focipálya és kosárpalánk is, amin ugye lehet kosarazni. Fiataljaink minden idősebb korosztályt képviselnek az intézményben, és persze nem csak a pályán, hanem a jelenleg virtuális iskolapadban is teljesíteniük kell, ehhez pedig az ott dolgozó stáb minden feltételt biztosít. A kollégiumban U14-től egészen U19-ig laknak a játékosok, tehát 14 és 19 éves korosztály közötti gyerekek élnek itt. 50 fő lenne a teljes létszámunk, most nyáron ilyen 35 fő körül kezdtünk. Segítségükre tudunk lenni a srácoknak bármiben. Ugye mások is laknak ebben az intézményben, és ezért rajtunk kívül is vannak itt nevelők, akik valamilyen szakos tanárok, tehát például történelem, magyar, matematika, fizika, és sorolhatnám. Van egy megbízott angol tanárunk, aki különböző szinteknek megfelelően ugye, csoportokat alakít ki, és a srácok itt az edzések után még este tudnak angol órákat venni. Amilyen tantárgyból segítségre szólunk, minden tanár megtalálható. Nagyon jó velük a kapcsolatunk, mindent meg lehet velük beszélni, mindent próbálnak elintézni nekünk, ami szükséges számunkra. A játékosok gond nélkül folytathatják a már megkezdett tanulmányaikat, hiszen a fővárosban számtalan iskola közül választhatnak. Nincs egy központi iskola, ahova mindenkit beiskoláznánk. Én azt gondolom, hogy ez a szerencsésebb, mert hogy Budapesten nagy a lehetőség, és ebben a nagy lehetőségben minden srác meg kell, hogy találja, meg kell, hogy találjuk közösen azokat az intézményeket, ahol a teljesítményüknek, a tanulmányi átlaguknak, a tanulmányi céljaiknak megfelelő iskolában tanulhatnak, és emellett működik az ösztöndíj rendszer is, tanuló jó sportolónak jár, úgyhogy mi is tudjuk egy kicsit segíteni őket. A kollégiumi élet persze nem csak az iskola választás szempontjából előnyös. Én szegedi születésű vagyok, és így nem tudok otthon élni, és nem tudok minden nap följárni kastra edzésre, és ezért döntöttünk úgy a szüleimmel, hogy hol is tudok lenni, és így nekünk a legjobb. Az MTK-n belül azért szerencsés itt kollégistának lenni, mert rendkívül közel van a Lantos Mihály sporttelephez, ahol ugye a gyerekek edzenek. A kollégiumi lét az minden játékos számára díjtalan, az étkezést is és a szállást is figyelembe véve. Itt kiemelt étkezést kapnak. Ugye ők azért más kalóriafelhasználással élnek, meg jobban oda kell figyelni azért az étkezésükre, mint egy átlagembernek, és ezt az akadémiai étkeztetést meg tudtuk oldani az iskolákkal, hogy oda helybe kiszállítják, ebédidőben el tudják fogyasztani. Szerintem azért jó ebbe a kollégiumba lakni, mert ugye csapattársakkal lehetünk itt, és hát mindenki próbál segíteni a másiknak. Sokat tudunk együtt lenni, már aki itt van, csapaton belül is, hát egészen összetartóak vagyunk. Több korábbi és jelenlegi akadémistánk pályafutása is bizonyítja, a Koli kiváló döntés. A leghíresebb játékosaink között mindenféleképp megemlíteném Varga Rolandot, Pintér Ádámot, illetve Kanta Józsefet. Én a Winter Danit mondanám talán elsősorban, amiatt, mert ugye egyrészt U19-es játékos már több éve itt van, profi szerződése van, valamint magatartásilag és tanulmányilag is kifogástalan. Tavaly érettségizett, nyelvvizsgát tett, és még felvették egyetemre, és még profi szerződéssel a felnőtt csapatban futballozik, ő a Katamisi. Egy biztos, hamarosan új játékosokkal fog bővülni a kollégium, akikkel a következő szezonban már a pályán is találkozhatunk.